Nekem a Fradi pálya jelentett mindent. Én a vidéki kisrác, ott lehettem, lettem valaki. Jó sorsom oda vezényelt, mert valahol fenn úgy döntöttek rólam, hogy a Ferencváros legyen az életem. Örömök értek, csalódások, még vénfejjel is. Barátok hagytak el, de talán nem túlzás, ezrek jártak miattam meccsre. Ez volt a bázis, a futball anyaföld, ahová, mint a felfeldobott kő, mindig visszahultam. Albert Florian számára valóban csak egy csapat létezett. 1959 és 1974 között szerepelt a Ferencváros színeiben, 537 mérkőzésen lépett pályára, és ezeken 383 gólt szerzett. A nagyszabású emlékkiállításon szinte megelevenedik sikerekkel teli, csodálatra méltó élete. Nem csak Albert Floriant, a sportolót szeretnénk önöknek bemutatni, akit talán a nagy közönség úgy ismer, hogy a császár, ő volt mindenkinek a Flória, aki 75-szörös válogatott volt, és nem fogom most felsorolni az összes címét, hanem hogyha itt körbe mennek és megnézik ezeket a tablókat, akkor azt is nagyon remélem, hogy mindenki fogja látni, hogy ő egy nagyon jó fér volt, egy nagyon jó apa volt, egy nagyon jó nagypapa volt. Azért kezdtük el ezt az egész kiállítást szervezni, hogy a fiatalok is tudják azt, hogy ez régen miről szólt. Mert most már sajnos rohanó világban élünk, ezt nem tudják teljesen átvenni. Tudják, hogy van egy népszerű csapat a Ferencváros, akinek jó szurkolni, de még nem biztos, hogy mindenki azt át tudja érezni azt a hovatartozást, és azt, amit a Ferencváros mint minőség képvisel Magyarországon. Csak úgy, mint szerető családja, egykori csapattársa és barátja, a szintén világválogatott Szűcs Lajos sem tudja feldolgozni, hogy már nincs köztünk a császár. Egy olyan valamit hagyott maga után, olyan űrt, amit igazából nem lehet pótolni, és tulajdonképpen az embernek egy olyan valami kép jön elé, hogy mégis itt van, de sajnos ez csak egy látszat, de sajnos nincs itt. Az FTC örökös bajnoka Rudas Feri bácsi is rengeteg időt töltött az egykori legendás bajnokkal, nagy bánatára azonban közösen sosem léptek pályára. Erre születni kell. Ez nem úgy, hogy mindenre, sok mindenre meg lehet el a dörögárba az embereket tanítani, de vannak olyan dolgok, ami a Flórinak volt, a mit tőle, mindegy görös, amit nem lehet megtanulni. Hiába estétől éjjelig éltő megint egy gyakorolja, arra születni kell. Ő erre született, ő egy zseni. Aracki László már fiatal korában felfigyelt az igencsak tehetséges Flórira, akivel később életre szóló barátságot kötöttek. A Flóri olyan csodákat művelt, hogy meghívták Brazíliába feleségestől, azért, hogy a Flamengónak bemutató edzést tartson. Most nem beszélek a világválogatottságról, ami fantasztikus dolog. A Fradi jelenlegi elnöke is csodálattal gondol az aranylabdás klasszisra, aki 1967-ben kapta meg a magyarok számára azóta is megismételhetetlen nívós elismerést. Összes futballista, 100 000 szám vannak a világon, úgy szeretnék ezt elérni. Ennél nagyobb dolog nincs a labdarúgásban, ennél nagyobb elismerés nincsen. Ráadásul egy olyan időszakban, amikor ez az ország mégiscsak be volt zárva, akkor megnyerni egy aranylabdát, az egy hatalmas dolog. Na ez a szívem közepe. Aztán utána a kupa, amit azért mégiscsak együtt nyertek, meg is sokakkal, még sokan itt is voltak ma, hogy egy VVK kupát megnyerni. Azért, ha ma lenne egy csapatunk, aki egy UEFA kupát megnyer, akkor milyen boldogok lennénk. Nagyon nehéz úgy egy csapatot fölépíteni, hogy nincsenek abban olyan magok, amik el voltak szórva régen, mert a csapat akkor játszott mindig jól, és akkor volt még sikeresebb, amikor saját nevelési játékosok voltak. Úgyhogy ezen dolgozunk a Ricardo Monizzal is, hogy megpróbálunk olyan fiatal tehetségeket fölkutatni, minél hamarabb olyan szintre hozni, hogy be tudjanak kerülni a nagy csapat kötelékébe. Kubatov Gábor egy remélhetőleg hamarosan valóra váló tervét is megosztotta velünk a kiállítás megnyitóján. Legyen egy Albert Florian utca Budapesten, és az Albert Florian utcában legyen a Ferencváros stadionja, és amikor majd megkérdezik, hogy hol van a Fradi, akkor azt tudjuk mondani, hogy az Albert Florian parkban, vagy az Albert Florian sétány egyben van a Ferencváros, vagy 9-ben, mert mégis a 9-es mezben játszott. Mint Kosztolányi fái, úgy tartoztam az Üllői úthoz. A rosszakaróim azt mondhatták, úgy áldogál Albert a Fradi pályán, mint az Üllői úti fák. Csak azoknak nincs csípőn a kezük. Hát igen, valóban ott áldigáltam, még néha csípőn is volt a kezem, de két áldigálás között bemutattam néhány cselt, rúgtam néhány gólt, szereztem némi örömöt több 100 000 futballbarátnak. Mindenki azt mondta, hogy csípőre teszi a kezét, de én azt mondom, hogy csípőre tett kézzel is
nagyon nagy egyéniség, nagyon nagy egyéniség volt. A csodálatos gólokra úgy emlékszem, mintha most itt játszódna le a szemem előtt. A színész válogatottak, amikor ő mindig, nem mindig, de gyakran bíró is volt, akkor ugyanolyan, hogy is mondjam, csípőretet kézzel odamentem, és akkor így mondtam neki a véleményemet. Na most 80 ezer ember meg visított. Ez meg állandóan mutogatta a piros lapokat. Az egyetlen magyar aranylabdás imádta az életet, bizony a császárt még súlyos sportsérülése idején sem hagyta el jó kedve. Én már csak a focinál maradok, nem is olyan nagy dolog az éneklés, se venni kell egy jó kis mikrofon, veszíteni kell csupán a dobogot, a hosszú haj a legnagyobb gond. Az asszonyok mosogattak, mi meg leraktuk a cuccot a kertbe kapunak, és fejeltünk egymás ellen. Na hozzá kell tennem, hogy én mindig a gipszes lábára fejeltem, mert mondanom sem kell, hogy az soha nem. És valahogy mégis elérte, és mégis megvert. Az Albert Flórián Alapítvány vándorkiállítása április 3-áig ingyenesen látogatható a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjteményben naponta 10 óra és 18 óra között.